Szent Sebestyén mintegy 280 éve jelentős szerepet tölt be Székesfehérvár történetében. A pestis járvány idején a felsővárosiak böjtöltek, és körmenetben kérték a szent közbenjárását Isten segítségért, hogy megmeneküljenek a pestis járványtól. Székesfehérváron 1739 óta minden év január 20-án püspöki szentmisével emlékeznek az ősök hitére, a város fogadalmára. A szentmise előtt a felsővárosi iskolások műsora elevenítette fel a város fogadalmának történetét, Szent Sebestyén életét. Amikor bajba kerül az ember, akkor a fenti szférákba is gyakran tekint, és valószínű, hogy amikor a pestis járvány volt itt a városunkban, akkor eszükbe juthatott még a hívő embereknek, hogy a segítő szentek közül Szent Sebestyén milyen csodálatosan kiállt a meggyőződése az Úristen értékelése mellett, hogy egy halálos fenyegetettségbe se tagadta meg az Úr Jézust. Ugye ismerős, hogy Szent Sebestyén a császárnak volt a testőrparancsnoka, és kitudódott róla, nem hencegett vele, de kitudódott róla, hogy ő az Úr Jézust szereti a legjobban. Az ünnepi szentmisén idén is részt vettek Fehérvár közéleti vezetői, valamint a város intézmény vezetői. Az ünnepen Nyárai Horváth István plébános köszöntötte a megyéspüspököt és a híveket. A mennyei dicsőségben olyan előkelő és hatékony helyet kaphatott, értve ez alatt, hogy a közbejárására nagyon sokan megkapták a Jóisten kegyelmét, hogy a fehérváriak is valószínűleg azért kérhették őt, hogy ebben a halálos helyzetben, ami a pestis betegséget érthetjük alatta, hogy ebből nincs semmi orvosi megoldás akkoriban, 1700-as évek közepetáján, és akkor a Szent Sebestyén imájára csodálatos módon megszűnt ez a járvány itt a városban, és ezért az egész város egy olyan fogadalmat tett, hogy templomot is építenek az ő tiszteletére, és az ő ünnepét nagyon komolyan megtartják. Spányi Antal püspök az ünnepi szentmisében az Istenben bízó emberekről beszélt, akik hitükkel történelmet formáltak. Fogadalommal kötelezve magukat Istenhez ohászkodtak, és a kor népszerű szentjét, Sebestyét kérték, járjon közben értük, mentse meg életüket, mentse meg városukat, és ha így lesz, hogy templomot építenek, és minden esztendőben megülik Szent Sebestyén ünnepét, kérve őt, hálás imánkat vigye Isten elé, és könyörögje ki számunkra minden korok fehérvári polgárai számára mindazt a kegyelmet, amelyre nekik szükségük van. A főpásztor a szentmise végén imádkozott hazánkért, a városért, a családokért, a templomban elhelyezett Szent Sebestyén erekje előtt, majd a búcsú programjai a felsővárosi közösségi házban folytatódtak.